2015-ben indult a GINOP, a fiatalok elhelyezkedését segítő Európai Uniós forrású munkaerőpiaci program. Ennek keretében több mint 60 ezer embert szólítottak meg a vármegye területén, 93%-uk pedig valamilyen szolgáltatást is igénybe vett. Az elmúlt években több mint 26 milliárd forintot költöttünk a GINOP keretében támogatott foglalkoztatásra, képzésekre, elsősorban olyan programokra, amely a megye munkaerőpiaci helyzetét javítja, magyarra lefordítva olyan programokra, amely munkalehetőséget biztosít a támogatásokon keresztül nagyon sok megyei állampolgár számára. Sikeresen megvalósult a program, közel 100 ezer ember sikerült az elmúlt években megszólítani, akik valamilyen módon a részesévé válhattak ezeknek a képzéseknek, illetve nyilván a támogatott foglalkoztatáson keresztül munkára találhattak. Fontos és kiemelt célcsoport volt ebben a körben a fiatalok, és közülük is az elmúlt években 20 ezert megközelítette azoknak a száma, akiket valamilyen módon sikerült bevonnunk a programba. Ezek óriási számok, azt gondolom, hogy ez a program is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a megye foglalkoztatási helyzete sokkal, de sokkal jobb, mint évekkel korábban volt. A pályázók köréből az látszik, szinte minden terület képviseltette magát, földrajzilag és szakmailag egyaránt. Kisebb és nagyobb vállalkozások is részt vettek a programban, volt, ahol csak egy, de volt, ahol 10 főt tudtak foglalkoztatni ennek a lehetőségnek köszönhetően. Nekünk országgyűlési képviselők számára mindig fontos a munkaügynek a munkája, hiszen nagyon sok egyéni élethelyzetet oldanak meg a munkaügy területén dolgozó mindenkit beleértve. És akkor jó, hogyha nincs visszajelzés, mert ha nincs visszajelzés, általában ugye negatív visszajelzéseket mi mindig megkapjuk, akkor a dolgok jól működnek. A program célja elsősorban az volt, hogy javítsa az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságát, és támogassa a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Ha most megkérdeznék mondjuk 100 fiatalt, 25 év alattit, hogy ő szeretne már munkába állni, akar-e dolgozni, egyáltalán hogy képzeli az életét, akkor a nagy része azt fogja mondani, nem ő még tanulna, mama szoknyája, egyetemi berkek, egy részének fogalma se lenne, hogy mit akarna, és egy nagyon szűk réteg lenne az, aki azt mondja, hogy igen, ő már határozott célokkal, 22, 24, 25 évesen, már ő a vállalkozó, vagy akár a munka világába kívánna belépni. És azon gondolkoztam, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a fiatalok még jobban úgy érezzék, hogy itt az ideje már, hogy beszálljanak ebbe a világba. És azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy igenis, legyenek olyan munkavállalók, akik úgy érzik, hogy szükségük van rájuk, a 25 év alattiakra is. Sokszor azért nem merik őket alkalmazni, mert nincs elegendő munkatapasztalatuk. Cserébe azonban hosszabb távon lehet számítani egy fiatalra, mint egy idősebbre. A támogatás pedig egy plusz motiváció lehet a munkáltatók számára. A szakemberek azt tapasztalták, igény volt a GINOP programra. A támogatás keretében rengeteg ügyfelet képeztünk le. Én azt gondolom, hogy a járási hivatali dolgozóknak nem kell bemutatni, hogy milyen küzdelmeket és milyen harcokat vívtunk azzal, hogy a 25 év alattiakat bevonjuk és ott tartsuk abba a programba, esetlegesen elhelyezzük abba a szakmába, amiben éppen elvégezte a képzéseket. Próbáltunk a legtöbb esetben a hiány szakmákra felhívni a figyelmet, és abban olyan eredményeket elérni, olyan létszámot bevonni, ami azt gondolom, hogy példaértékű volt. Azért a szakács, pincér a mai napig hiány szakma. Én most is azt mondom, hogy ezt nagyon nehéz találni, vendéglátós, pék, heggesztő. Tehát látjuk a számokat, hogy hatalmas ügyfélkörrel dolgoztunk. És én azt kell, hogy mondjam, hogy eredményesen majd 10 000 főt és több milliárd forint értékben. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program eredményeiről a napokban a vármegye több településén is tartanak beszámolót. Az új kihívásokhoz igazodva pedig a következő fejlesztési időszakban a GINOP Plus program keretében folytatódhat a munkaerőpiaci helyzet javítása.